A Karcag Városi Önkormányzat képviselő testülete Kovács Krisztián tűzoltó főhadnagynak Karcagváros közbiztonságáért végzett példaértékű szakmai munkája elismeréseként a Karcagváros közbiztonságáért díjat adományozta. A díjat a 2019 évet értékelő tiszti állománygyűlésen Dobos László polgármester adta át részére. Közel 13 éve dolgozik tűzoltóként Kovács Krisztián, aki 2007 nyara óta dolgozik a karcagi tűzoltóságon. Ja, teljes mértékben egyéni döntés volt, családomban nem volt még hivatásos. A honvédségi pálya is úgymond annak idején vonzott, mint hivatásos szolgálat, tartalékos tiszt is vagyok, úgyhogy ebből meggondolásból is született ez, amikor lehetőségem nyílt rá, akkor jelentkeztem és sikeres felvételt nyert. Az első bevetései kisebbek voltak, a jelentősebbek közül a 2017. augusztusi hortobágyi nagy tüzet és a 2019 évi püspökladányi gázrobbanás mondta, ahol személyesen is részt vett a kárfelszámolásban. Nehéz visszaemlékezni így ennyi idő után, az a baj, hogy összemosódnak, de hogyha meg kell említenem a káreseteket, az nem is a múltban volt, a távoliba, hanem 2017 augusztusi hortobágyi nagy tűz, vagy például tavaly 2019 novemberi püspökladányi gázrobbanás, ahol személyesen is részt tudtam venni a kárfelszámolásban. Szerencsém van, ugyanis mindegyikünk már tapasztalt tűzoltó, nem kell senkit sem külön felvilágosítani, vagy úgymond pátyolgatni egy-egy káresemény után. Most van két fiatal kollégám, majd az ő esetükben valószínűleg szükség lesz az én, illetve a beosztottaimnak a segítségére is, de én úgy gondolom, hogy ez nagyon könnyen megy már mennyi után. A tűzoltósági munka egy olyan hivatás, ahol nem lehet csak rutinból dolgozni, minden eset más. A tragédiák megviselik őket is, de igyekeznek nem erre gondolni mentéskor, hanem a munkára. Az esetek megbeszélésére is van lehetőség, hiszen abból lehet tanulni. Természetesen az elsődlegesen már káresemény után a gépjárműben fecskendőben hazafele menet, a jövet megbeszéljük, vagy hogyha ez valakinek úgymond nagyobb gondot okozna, bár én nem emlékszem ilyen példára, akkor pszichológussal meg lehet beszélni. A C csapat szolgálatában bármelyik pillanatban bevetésre kész. Mivel nem minden nap van káreset, akkor sem pihennek a laktanyában. Akkor napirend szerint dolgoznak, illetve órák kiképzések vannak. Kötött napirend van. Azokban az időszakokban vagy időben, amikor éppen nem káresetet kell valamilyen szinten felszámolni, napi rend szerint dolgozunk, illetve órák vannak, kiképzések felváltva, elég változatosan. Úgyhogy kitöltjük az nap 24 óráját, mondhatni. A gépjárművezetőknek vezetési gyakorlatok, a többieknek telephelyeken, középületekben helyismereti foglalkozások vannak. A vezetési gyakorlatok az inkább a gépjárművezetőknek szólnak, amikre gondol, az inkább helyismeret, amint a helyismeretünk, ami helyismeretünknek a előre mozdítását segíti. Kovács Krisztián számára a kertészkedés, a barkácsolás jelenti a kikapcsolódást. Igazából nincs kikapcsolódás olyan szinten, hogy én innen el tudjak szakadni teljes mértékben, ugyanis napi szinten azért tartom a kapcsolatot a másik két szolgálati csoporttal, vagy az előjáróimmal is. Amire kérdez, hogy otthon mivel szívesen foglalkozok, kertészkedek, barkácsolok, imádom. Kinek javasolja a tűzoltói pályát? Tettük fel a kérdést. Könyvből megtanulni ezt nem lehet, át kell élni. Egyértelmű, ez inkább egy gyakorlatilag foglalkozás, úgyhogy azoknak tudnám javasolni, akik ilyen beállítottságúak. A vonulós tűzoltóság az ilyen mindenképpen.